Egy olyan jelölt kell lenni, aki leválthatja az Orbán kormányt. Karácsony Gergely 9 óra után pár perccel érkezett. Az a lényeg, hogy tegnap és tegnap előtt is rengeteg jöttek el az előválasztásra, az összes problémát megoldottuk, utólag majd rendet rakunk abban, hogy tulajdonképpen ki a felelős azért akkor problémákat, amelyek kialakultak. Jakab Péter is szerdán szavazott. A Jobbik miniszterelnök jelöltje szerint egyetlen párt érdeke meghekkelni az előválasztást, az pedig a Fidesz. Nyilván megpróbálták elvenni a magyar emberek kedvét az előválasztástól. Nem sikerült, hiszen hétfőn is kedden, a hétköznap és a borús idő ellenére is azért 140 ezeren mentek el szavazni. Ez egy óriásian magas részvétel. A Mindenki Magyarországa mozgalom miniszterelnök jelöltje elmondta, ők egy nagyon tapasztalt szájbervédelmi szakembert kértek fel, aki szerint pénteken már többet lehet tudni a rendszer összeomlásával kapcsolatban. Márki-Zay Péter hozzátette azt is, több olyan panaszt is hallott, hogy a Fidesz mozgósít. Szóval akkor tényleg folytassuk innen, hogy tényleg sok előnyét lehet felsorolni az előválasztásnak, amit eddig talán nem mondtunk, hogy ugye úgy tematizál, hogy az ellenzék nem mindig csak reagál a Fideszre, hanem van egy saját ügye, amit elhatározott, végigvíz. Az is valószínűleg nagyon fontos, hogy a civileket sikerült bevonni, és egy hatékony együttműködésben megy, de a végső siker az azért csak abban lesz mérhető, hogy sikerül-e jó jelölteket találni, nem? Vagy akár így, akár úgy ez a modell, ez maradhat a magyar politikai eszköztárban? Ezt nem tudom. Ahogy itt előbb hallhatták a nézők, tehát ténylegesen azért volt egy fő próba, most így mondanám, hogy a főpolgármester választást, és ahogy fogalmaztál, annak lett egy eredménye. Tehát ténylegesen Budapesten lett egy olyan győzelem, amire azért fölkapta a Fidesz a fejét, és így, ahogy Tamás is előbb fogalmazott, ténylegesen a Fidesz szavazók érzik azt, hogy itt most valami megváltozott. Én azt gondolom, hogy, és most furcsa lesz az, amit mondok, tehát nyilvánvalóan végig megyünk ezen az előválasztási procedúrán, ennek lesz egy eredménye. Az, ami engem nagyon-nagyon érdekel, és ezzel kapcsolatban láttunk azért már a politikai palettán érdekes történéseket, hogy ténylegesen tartják-e majd a pártok a megállapodást. Tehát nekem ez egy... Ez nem alapvető. Hát én ezt azért... most fölvállalom, hogy biztonságpolitikai szempontból a politikának nagyon-nagyon sok szegmensét láttam. Az elmúlt 20 évben rengeteg olyan fajta politikai történést szintén végig nézhettem, végig kísérhettem adott esetben, amiben azért az látszódott, hogy voltak bizonyos alkuk, aztán ezek az alkuk megváltoztak. Na jó, de hát itt pestiesen szóval ország világ előtt mindenkit átver az, aki nem tartja magát ehhez, és nem csak a politikai szövetségeseit, bocsánat, hanem a választóit. Én ezt értem, csak nincs messze tőlünk, talán 15 vagy 20 méterre, ugye az Egyenes beszédnek, és lehet, hogy pont veled volt, nem is emlékszem, amikor... Attól függ, mit mondasz? Hát az, amikor ugye az Európa Parlamenti választás után hirtelen kiderült, hogy szükség lesz egy előválasztásra, mert néhány párt vezetője úgy döntött, hogy meggondolja magát, és mást mond, mint amit az Európa Parlamenti választás előtt. Tehát láttunk már ilyet, bocsánat, és ez nem volt olyan nagyon-nagyon régen, tehát nem 10 évekről beszélünk. Jó, de itt azért... Ha szabad beleszólni, én azt gondolom, hogy mindegyik jelölt jobb, mint Orbán. És ez a dolog lényege. Tehát ha a magyar társadalom... De ez kérdés, hogy ők is azt gondolják egymásról. Igen, igen, ezt akarom mondani. Ha a magyar társadalom változtatni akar azon a helyzeten, ami most van, akkor egyetlen dolgot kell csinálnia, Orbánt legyőzi valamilyen módon, tök mindegy, hogy milyen módon, mert mindegyikük jobb, mint Orbán szerintem. Én nem a miniszterelnök jelöltekről beszéltem, hanem én országosan mondom ezt, és én azt látom, most beleszippantva egy kicsit a levegőbe, hogy azért itt súlyos vágások esnek, és nem így futottak ennek neki a pártok néhány hónappal ezelőtt, és én ezért mondom azt, hogy igazán annak a 22-es választásnak, amiben tényleg az a célunk, hogy Orbán menjen, és az ellenzék győzzön, hangulatában ez egy kérdés, hogy ezek a vágások mennyire mérgesednek. Vágásokról még majd fogunk konkrétan beszélni, de azért nagyon kíváncsi vagyok erre a felvetésre, hogy mit reagáltok, hogy benne van a pakliban, hogy a végeredményhez nem tartja mindenki magát? Abszolút benne van. És még az is benne van, hogy a valódi választáson majd jövő tavasszal megjelennek olyan politikai aktorok, akik most ebből a körből kihúzták magukat, pont azért, mert mondjuk nem értettek egyet azzal, hogy
öt parlamenti párt plusz a Momentum, majd plusz egy kicsit később az Új Világ Néppárt bevonásával egy szűk körű alkú szervezte meg ennek az előválasztásnak a hogyan mikéntjeit. Szóval itt azért lesznek még izgalmak. Az lesz a nagy kérdés, és itt egy kicsit, ez azért jó, mert a választói tudatosság fogja ezt beárazni. Hogyha valaki előáll majd 22-ben az általános választásokon az, hogy hát én azért nem indultam az előválasztáson, mert ezek itt mindenfélét stikában nélkülem meg stb. Erre a választó kellő tudatossággal azt fogják mondani, hogy nem érdekel. Ott volt a lehetőség, hogy vegyél részt, és beárazzák, hogy reálisan nem fog semmi támogatást kapni egy ilyen politikai szereplő, akkor ugye ez része a tanulási folyamatnak. Egyébként pedig én azt gondolom, hogy tök jó élmény most az előválasztás szerintem, meg nagyon hasznos, hogy van, de azért ne felejtsük el, hogy ez az előválasztás, ez egy szükségesség szülte megoldás, ezért, hogyha ne adj Isten, van egy ellenzéki siker, és újra lehet építeni az országot 22 után, akkor annak részét kell, hogy képezze egy választási reform is, és akkor nem lesz szükség még egyszer az előválasztásnak a további pörgetésére. Nagyon kíváncsi vagyok, Gabriela, tapasztalataidra, mint aktivista, mert hogy itt csütörtök pénteken már azt hallottuk folyamatosan, hogy a DK és Dobrev Klára torony magasan vezet, sőt volt olyan a szegedi DK elnök azt mondta, hogy neki olyan információi vannak, hogy a DK nagyon-nagyon hasít, sőt, hogy lehet, hogy Dobrev Klára már az első körben megszerzi a szavazatok több mint 50%-át, és akkor nincs szükség másodikra. Honnan lehet ezt sejteni, érezni a szabályok betartásával? Hát erre én is kíváncsi vagyok, hogy vajon a DK-sok ezt honnan tudják, és honnan veszik. Elég baj, hogyha ők már tudják, és mi még nem tudjuk. Ez például már egy olyan információ, amelyik egy lejtős pályára utal. Mondok két legális megfejtést erre. Az egyik, hogy exit volt lehet csináltatni, ugyanaz egy nagyon drága műfaj, hát, de a Moszkva téren nem látszott. Nem látjuk. Igen, tehát ez nem történt. A másik ugye, hogy aki nagyon sokat van terepen, az akár tényleg fel is ismerheti azokat, akik elmennek. Az az igazság, hogy én kezdő újságíróként a 90-es években, amikor még nem volt mobiltelefon, és csak elküldtek egy választási gyűlésre, akkor anélkül, hogy tudtam volna, hogy hol vagyok, csak így öltözékről, meg ruháról meg tudtam mondani, hogy most akkor az MDF-nél, az SZDSZ-nél, vagy a Fidesznél vagyok. Most, mint aktivista, a Moszkva téren megszólító embereket, egyáltalán nem tudtam, hogy ki kicsoda, és hogy ki kire szavazhat, sem kor alapján, sem öltözet, sem nem, sem semmi alapján. Csak egy dolog volt nagyon világos, hogy azok az építő munkások, akik átjönnek a téren, de nem ezekben a kerületekben laknak, ők mind fideszesek. Ők mind fideszesek, és el is mondták, hogy csak a Fidesz. Egyébként minden másban totálisan mellé lőtt az ember, tehát nincs most egy ilyen külső jele annak, hogy ki milyen pártra szavaz. Még a mondjuk ilyen hipsterebb ruházatúak közül is kiderült, hogy sokan fideszesek. Viszont ami világos volt, hogy az első két nap sokkal több idős hölgy szavazott az előválasztáson, és én el tudom képzelni, hogy ezek a DK-s megfigyelések, hogy akkor a Klára torony magasan vezet, az ebből következik, hogy valószínűleg igen, a 70 pluszos hölgyek, azok inkább DK szavazók. Azt egyetem be tudjuk lőni, hogy ha magas lesz a részvétel, az kinek jó? Hogy az tényleg akkor a DK-nak és Dobrev Klárának lesz jó? Hát azért azt, amikor most csütörtökön figyeltem ugyanezt a közönséget, és a mondjuk az átlag életkor 25 évvel leesett, és 40-esek voltak, 30-40-esek voltak, akkor gondolom, hogy elsősorban ők nem DK szavazók voltak, hanem inkább a többi párt szavazói. Szóval igen, szerintem azért valamilyen szinten be lehet lőni. Meg van egy hétvége, tehát azért ne felejtsük el, tehát vannak olyan térségek, ahol például a piac mellett állnak a sátrak, és nagyon sokan piacra mennek, és így fognak szavazni. Tehát én egy picit azt gondolom, hogy a DK szegedi vezetője előre szaladt, vagy tényleg probléma van, és hogyha már tényleg tudják, hogy az milyen, probléma. Akkor itt tényleg gond van. Az se baj, ha az derül ki, és sokan vannak, mert akkor a többiek azért megpróbálnak följönni, és akkor még többen igen, lesznek. Igen. Tehát ez sem feltétlenül egy baj, mert ez is azt mutatná, hogy megy a dolog. Menjünk tovább azzal, ahol itt elhagytuk ezt a szállat, hogy milyen, hát finoman szóval karcolások, inkább vágások estek az előválasztásokban,
választás meg a viták során az ellenzéki jelölteken mutatunk ebből pár példát, és főleg azt, amit az ATV is bemutatott, hogy az Ózdi alpolgármesterről, hát ítéljék meg önök, hogy ő most integetett, vagy egy náci karlendítést mutatott.